Erőt, egészséget, kedves bajtársak, itt a Gavel Game Channel. Én Raptor vagyok, és most pedig itt is lennék a Stardew Valley-nek a folytatásában. Ugye előző részben voltunk lent a bányában, ültettünk egy hatalmasat, ugye a nagy tőkénket, ugye elhasználtuk, tehát ugye a kis pénzünket, de ugye vettünk petszabotot és egyéb dolgokra ugye beruháztunk, ugye kezdetnek ez nagyon jó volt, ugye elég erős is. Most fogjuk ugye megkapni a receptet, ugye itt hagytuk abba. Ugye átadja nekünk az öreg a receptet, hogy tudjunk fémet olvasztani. Úgyhogy megtanultunk kemencét készíteni, aminek nagyon örülünk. És azzal tudjuk úgy fejleszteni a dolgokat, ugye most pedig el is megy haza. Úgyhogy pedig neki fogunk itt a mindennapos tevékenység. Ja, és ugye az inventory fejlesztést azt ki is hagytam. Így azt is megcsináltuk, nem kell a pecabot, a kanna kell. És kell majd most mai nap folyamán szerintem fát kéne vágjunk, hogy egy picit tudjunk ládákat letenni. Úgyhogy kezdjük is el a mai részt. Üdvözlök mindenkit, a régeket és az újakat. És csapassuk neki egy kis lightosabb Stardew Valley résszel. Nem lehet ugye mindig vámpírokat ölni, az űrben mászkálni. Néha kell egy kis csillezés is, egy kis nyugalom. Mondjuk ez se annyira nyugodt, mert ugye azért lemész a bányába, ott egy-két ragacs azért néha föl tud mérgelni. Az érzést hozza a játék, de azért ez a kis földművelős, keresgetős dolog egész kis vasárnap kis chilles hangulatot tud okozni szerintem, tehát hogyha így van egy kis időtök, és szeretitek ugye az ehhez hasonló játékokat, akármennyire is nem fiatal a játék, azért ha 6 évet megy egy játék, és még azért elég sokan szokták csapatni neki. Én szerintem egy elég tartós kis game, úgymond, úgyhogy megéri rá beruházni mindenképpen. Akinek esetleg megvan a játék, az nyugodtan írja le kommentbe, hogy neki mi a véleménye magáról a játékról, tehát hogy neki mennyire tetszik, vagy éppen nem tetszik. Illetve, hogy esetleg mekkora tőkét sikerült fölhalmoztatok, és nektek mi a kedvenc foglalkozásotok. Készen vagyunk a locsolással. Adunk inni bundásnak. És itt elkezdjük ezt a részt kitakarítani, mert a csűrt majd mindenképpen ide akarom elhelyezni. Azt még nem tudom, hogy hogy pontosan. Ez a fa itt már nem jó helyen van. Jó van, kutya úr. Még mindig kell fa, ez még mindig kevés. Egy mag. Hopp, még egy mag. Fáradtak lenni. Megvan a fa. Építünk egy dobozkert. Szkid a másik mellé. És... nem nagyon van kajánknak való.
Ragacsot kellene ölni. Most ezt kihagyjuk. Ebből megeszünk egyet, mert ez is ad energiát, és volt itt még valahol valami. Vasárnap van Kevin az ajándékot a Olginak. Azt mondja, hogy a nárcisznak örül, de majd kiderül. A pip... Így pang is ad. Azt nézem, mit kéne megegyünk. Megegyünk még egy ilyet. Nem, akkor izé, blablabla. Egy. És kettő. Egyszerű. Elmegyünk a polgihoz gyors, átadjuk neki az ajándékot, visszajönk, megcsináljuk a kemencét. Francba, hogy felakadok. Még azt mondom, hogy a kemencé az elég sok rézércke, ilyen 20 darab, szerintem annyink van már. Szerintem hoztunk fel. Na, kinek kell és mit kell hozni? Kettő domolykód, baszki. Itt a polgármester. Hello! Hát nem volt el valamire lelkes. Ne is haragudj. Egy domolykunk azt hiszem, hogy van. Nem, nincs, mert eladtam mindet. Azt hiszem domolykót itt lehet fogni. Ez jó hely, szóval helyre dobta. Ez nappal. Egy domolykó. Jönünk, adjál még egyet. Csaling még van. Ott is van a másik domolykó. A sprint az öreghez. Még szerintem pont elérjük.
Tengerpartot nem szeretem, nagyon hangos. Szevasz. Kész. Kösz. Van pénz. Menjünk is innen, hogy baromi hangos a tengerpart. Hát, amúgy azért több szerencsénk volt. Most komolyan itt csak szemetet fogunk fogni? Megszivatott ez a napha. Most ezeket az erekéket is elkezdhetjük behordani. Jó, van, alig van már energiánk. Menj már arrébb. Húzzunk haza és jöhet a következő nap. Az ajándékot odaadtuk, a halas küldét megcsináltuk. És a pénz. Majd beavatás. Ja, kemence, tényleg a kemencét nem gyártottam le, a kemencét. Gyors, a kemencét megcsináljuk még. Még az algából szerintem annyi energiát tudunk nyerni, hogyha még egy kicsit bányászni is kell, akkor tudjuk csinálni. Nézd, a kutyát befeküdt a izé közé. Így. Betesszük ezt, ezt, ezt ide. Geóda fa, agyag. Fagylókat átvisszük amoda. Az erekét is. Ez maradhat. Egyszabotot nem, az kell. És mi kell a kemencéhez? Rész meg kő. 20 rész, 25 kő. Kő az megvan, meg a rész is.
Egyet tudunk csinálni. Nem. Nem. Ezt is ezt akarom visszatenni. Alakul. És úgy innestől. Tudjuk perzselni a dolgokat. Kutyának van vize, amit lehetett megcsináltunk. Öntöde. Jalvás. Na, a horgászat adott 282 goldot. Sok, de... Valamennyit azért csak ér. Meg kellett volna olvasni a... Hol egy csodás napos időnk lesz. Némi extra szerencse, és megélni a földeken. Megint locsolhatunk. És irány a bányama. Az lesz jó, hogyha elérjük az automata öntözőt, mert akkor csak bedobjuk cuccot is. Egy ilyen sor körbe locsol, mint most én. Most ugye én vagyok az automata öntöző rendszer. Mit csinálni még egy ládát? Venni kéne lehet kaját. Nem hiszem, nincs-e valakinek szülinapja. Így bent a városba. Ó, megint van valakinek valami kívánsága. Majd Vincentnek lesz, de majd csak 10-én, úgyhogy neki is majd viszünk egy virágot. Hello! Keveset adnak, az a baj. Ezek elég drága cuccok. Akkor nő meg, 8 környező négyzet üres.
kéne szerezni. Szemét. Télben nyit az a baj. Tőle biztos tudnánk venni normális kaját. A negyedik horgászunk egy kicsit, és akkor majd amit veszünk kaját, azon meg visszatöltjük. Fognánk ki hallgat, aztán lehúzzunk a bányába, mert a szerencsés nap, meg rezet is szereznünk kell holnapra. Kezdetnek nem rossz a zöld alga. Ez domolykó lesz. Nem, ez is nappal lett. A szemét. Domolykó szokott pedig így csinálni. Na most egy egész nappal gyűjteményünk van. Szemét, azt majd eladjuk. Ha még a horgászbotom, csali, van még 8. Mondjuk a törött szemüveget fogunk a... hogy hívjákkal, az nem egészséges. Megint egy nappal. Na, ugye dél van. Ez is egy nappal. Nem, ez már egy kis szájú sügér. Jó, irány. Ételek, italok. Szevasz gáz, figyelj, csak kéne nekem valami, ami jó sok energiát ad. 50, 75, 150, de mondjuk ez 600-ba kerül. Kávé. Egy sebesség. Ó, hogy tudunk recepteket is venni. Tőle. Mondj meglepetés 300-ért. Hát szerintem a kenyér az nyert. Saláta, sör. Készműves termék. 213 energiát ad a saláta. Ott is van. És irány a bánya. Elnézést. De a torkom az még mindig nem az igazi. Már jobb pedig azért május elsője az nem most volt, amikor úgy sikerült belemászni ebbe a betegségbe. Egy óra. 25 réz, az nem tudom, hogy meg lesz-e. Nem ezt akartam. Mélyebb szintekre menni, hello. 10-estől tovább.
Kevert magvak, hát ezeket különösebben nem érdekel. Problémám a kettes köveket kiütögetni amúgy. Oké, gyerünk tovább. Most egyből megadta, hogy jönnek. Ó, hát így meg lesz a réz. Elég sok van, meg itt lesz szén is. Meg csali, lesz csali. Kemény fa. Egy bombát nem sértődtem volna meg. Geóda. A járatot viszont még senki nem adott. Váltom itt ki a köveket. Na hát nem azt mondta a játék, hogy ma szerencsés nap van, hello. Most komolyan? Már jön a szúnyog. Ragocs! Ez nagyon szépen jött a réz. Haj már meg! Hello, madárka! Szúnyogka, lárva vagy mi az Isten vagy te? Kösz! Csak megszivat minket a játék itt a vége fele. Megvan a küldi. Hogyha ez a szerencsés nap, akkor milyen az, amikor nem szerencsés?
Geódát ad. Jó, ma nincs semmi, úgyhogy szerintem mehetünk tovább. Pluszesig jó lenne ma eljutni. Bábozódjatok be, léci. Ott lejáratott ez az. Elég sok az idő. Szénért még elfutunk. Csak lesz szivat a ragacs. Á, mert nem fogunk hazaérni. Látom, hogy nem fogunk hazaérni. Fél órát nem tudunk az a kotor. Ebből pénzvesztés lesz. Már 50. Egy, hát legkésőbb fél egykorra el kell indulni hazafelé, ha az akarunk érni. Két óra. Összeestünk. Tudunk erőt, meg bogársztéket csinálni. Azt mondja, az tábortűz kell. Lett a pénz. Kutat. Thank you.
Két darab aranyat adott? Most egy darabot? Jó, hát kelleni fog a izé. Virág, az kell, ezt visszük, ezt bedobjuk, ezt is bedobjuk, ezt is, geóda kő, kvarc, ez marad. Hova a húsban mindegy, legyártjuk a... Csinálunk egy ilyet, kajának. Többit viszont legyártjuk, és betesszük a pecabotba. Jó kellene a kanna, ezt betesszük ide, majd elvisszük. Igen, de van azt hiszem a rizsvető mag, igen. Most meglucsoljuk itt a meglucsolni valót. Holnap van Vincentnek azt hiszem a szüli napja, azt nem felejtsük el. Kell nekünk műtrágyát kéne csinálni, az pedig ez kell hozzá, azt hiszem. Vagy mi alaptrágya. Harminckettő csak? Ó, jöjj. Hét, még egy darab, még mindig kell. Menjetek már innen. Akkor kinyitott a bolt. Hogy igaz energiánk is. Itt Kevin a kovácsnak 25-öt. Ez így pont megvan. Gyerünk magot venni, gyerünk a kovácshoz. Vagy hagyma. Fölhívás. Három pont. Menj arrébb, légy kösz. Egyszer 40 darab. Még maradt pénzünk is. Kovács is ad pénzt.
elmegyünk pontyot fogni. Elvisszük Vili bátyánknak. És van egy virág. Egyszerű, igen. Úgyhogy ebben nem tudom neki mi volt az üzlet, de... És gyerünk pontyot fogni. Ez úgy kell csinálni, hogy még el kell ültessük a... Kettő vagy három ponty kell, már nem emlékszek. Három pontyot. Bízta a véletlenre az öreg? Mondom, a kisrácnak virágot kell adni. Aztán majd később megnézem, hogy kinek mi a kedvenc születésnapi alkalmából, és akkor azokat próbáljuk meg erősen átadogatni nekik, hogy ez a következő év lesz. Ponty, ponty, ponty. Domolyka, persze. Mi más? Egy ponty. Nem ponty. Ez sem ponty. Ott bugybarékol a víz, oda kell menni gyorsan. Na, kapjatok már! Hello, Csali van a botomon. Kettő ponty, gyerünk át a bugybarékoláshoz. Hogy ponty. Ez az. Van a három ponty. Nem tudok vele mit kezdeni. Egy kő van nálam. Elmúltam a kurikot. Gyerünk a bácsihoz. Maradt energiánk ültetni is. Lehet, hogy ezt azért bedobjuk. Plusz 40 energiát. És futás, ott is van egy nácisz. Ezeket összeszedjük, ajándéknak nagyon jó.
el kellett volna jönni. Azt hiszem 5-ig van volt. Utána meg úgyis ott szokott horgászni, azt mondom, kínos tégen az öreg darabig. Ja, el tudjuk csípni. Nem raktam ki a kannát, ez itt a baj, ezért nincs helyem. Oh. Nincs itt az öreg. Hello? Ahol a francban van? Nem férünk el. Ezt kikukázzuk. Itt lenne valahol horgászni. Itt szokott még horgászni. Nem tudom, hol lett az öreg. Ugye visszamegyünk még a fogadóba, esetleg megnézzük, hogy nincs-e ott. Én lepakolom azokat, amik nem kellene. Én meg elüldetjük a cuccot. Gyors meg is kell locsolni. Ezek jöhetnek, ezek mehetnek ki, fa is. Luna minden rész ide. Ide. Ezeket mindjárt eladogatjuk, kanna mehet ki, kaja kell. Úgy a pontyok. Ez mehet, ez is mehet, ez is mehet. Ez is, és ez is. Akkor a pontyokat kell elvinni, megmutatni az öregnek. Remélem, hogy bent van a kocsmába. Korcsmába ül bent, reméljük, és akkor... Szóval is tudunk egy kis pénzt szerezni. Ott is van. Játéktermi gép. Jó, hát 90 aranyat adott, nem sok, de ugye ezeket el tudjuk adni. Ugye abból még plusz lóvé fog jönni. Mert pakolni kéne le majd tábortüzet, és akkor azt hiszem, hogy tudunk sütni dolgokat. És akkor így mára ennyi.
Nézzük azért, mennyi pénz jött be. Hoppá! Kertészkedés, tojás, meg ugye az alapöntöző az megvan. Túlélő burger is, ugye a gyűjtögetésből. Szépen nőnek a szintek. 1300, 800, 900, 2300 pénz. Dől alé. Horgászat, egy kis kertészkedés, minden is. Dől alé. 1000-re. Mit 3000-re járunk. El tudnánk vinni, akár eladni, ahogy hívják ott is. Vagy beadni a csákányt, hogy megcsinálja a kovács. Hát lehet, hogy nincs még annyi rezünk. De szerintem ki tudnánk égetni annyit. 5 kell talán? Hát nem emlékszem, 5 vagy 8. Nem vagyok benne biztos, de hát ez majd a következő részben kiderül. Így már ennyi lett volna, srácok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszi, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb is. További szép napot, nektek kellemes hetet. Halli-halli, sziasztok!